Sziasztok, én Baska vagyok, és ez itt a kert. Egy jó videónak elvileg egy ütős bekezdéssel kéne indulnia. Ez a mai éjszaka ez olyan volt, hogy így, mintha egy lángoló tűzgolyó lenne előttem, és nem tudom, hogy hol kéne megfognom ahhoz, hogy, hogy egy markáns mondással el tudjam kezdeni. Ha azt mondom, hogy őrült, semmit nem mondtam. Ha azt mondtam, hogy meglepetésekkel teli, akkor semmit nem mondtam, hogy ha azt mondom, hogy gyors, akkor semmit nem mondtam. Bebizonyosodott, hogy miközben vannak csapatok, akiket egy ilyen kicsit meghatározhatatlan rendszer szerint megbüntetnek úgynevezett temperingért, amikor még szerződés alatt lévő játékosokkal ilyen szőnyeg alatti, asztal alatti megegyezéseket, tárgyalásokat folytatnak ez a liga most már nem nagyon szól másról. Néhány órával a szabadon igazolható játékosok piacának megnyílása után a fontos játékosok oroszlán része már visszaigazolt a meglévő csapatához, vagy pedig újraigazolt egy másik csapathoz. Ami azért érdekes csak nagyon, mert azok a csapatok, akik tisztességesen játszanak, vagy akik azokra várnak, akik tisztességesen játszanak, most maximálisan bokáig letolgatjával állnak, és nem tudják, hogy mihez kezdjenek, mert hogyha két szék között a padra esnek, a, vagy a földre esnek, akkor ez nem a föld lesz, hanem, hanem a föld alatt egy, egy lyuk, amibe Bruce Wayne beesett kiskorába, hogy Batman legyen belőle. Gondolok itt kire elsősorban. A legnagyobb mókamester, fun guy, Kawhi Leonard, aki szépen tartja magát a menetrendjéhez, beszélgetni fog azokkal a csapatokkal, akik számára érdekesek, esetükben ugye a Lakers, a Clippers, illetve jelenlegi kenyéradója a Raptors jöhet szóba. De például tegnap július senkivel nem tartott még megbeszélést, és majd valamikor hoz egy döntést, és amikor ez a döntés megszületik, akkor bizony vagy a Lakers, vagy a Clippers, vagy a Raptors már nem nagyon fog tud mit kezdeni, bár mondjuk igazán komoly helye a plafon alatt inkább a két Los Angelesi csapatnak van, hogy kompenzálja majd hogyha Kawai Leonard átteszi a szék helyét máshova. Szóval Kawai Leonard egy nagy munkamester, és a Clippers és a Lakers egyenlőre még ilyen eldöntendő státuszban van, hogy mennyire bukták el ezt a szabadon igazolható játékos piacot, akiről már tudjuk, hogy gigantikus pofont kapott az élettől az a New York Knicks csapata, aki senkit nem tudott azok közül megszerezni, akikre kivetették a szemüket, meg a hálójukat még március-április környékén. Maximálisan megérdemli a falsz korbácsot Michael Jordan és a Charlotte Hornets. Némiképp hoppon maradt a Minnesota Timberwolves, de beszéljünk inkább az összes fontosabb igazolásról azt elképzelni, hogy majd ők hogy fognak a pályán együttműködni, meg milyen lesz a kémia, még teljesen felesleges. Főleg azért, mert ezeket a kereteket még fel kell tölteni játékossal. Ami most a következő percekben fog történni, az inkább egy ilyen zsigeri reakció arra, amit láttunk eddig a mostani holt Kezdjük az Atlanti divízióban a Boston Celtics-el. Erről a Boston Celtics-ről kell majd egy könyvet írni. Mert ami a háttérben meg kellett, hogy történjen, az szerintem a Titani-i jéghegyéhez hasonlítható arányaiban van jelenleg csak a szemünk előtt. Egy tizedét láttuk, kilenc tizede a víz alatt van. Mi vette rá arra, hogy hogy elhagyja ezt a hajót? Mi átszódott le igazából Tejdöm és Brown fejében, amikor tavaly ők vették a vállukra a csapatot, hogy aztán most idén meg, kelljen, meg kelljen birkózniuk Hayward és Irving visszatérésével. És, és én annyira hittem abban tavaly nyáron, hogy, hogy Brad Stevens lesz az a csávó, aki, akinek sikerülni fog, korábban senkinek nem sikerült, hogy ennyi ö, egészen eltérő háttérrel, meg motivációval, meg agendával rendelkező játékosból csapatot faragjon. És nem Brad Stevens volt az, az ember, mert, mert a fiatalok is hátraléptek, miközben aztán szépen összekapták magukat. Kyrie Irving, hát úgy legalább a szezon harmadától feléptől azért elég érdekes üzeneteket küldött, elég érdekes volt, volt neki a vibe -ja. és ez most abban kumulálódott, hogy előbb lemaradtak Anthony Davisről, ami már elindított egy láncreakciót, aztán utána Kyrie Irving is a rájátszás vége után a hírek szerint már eléggé direkter és nyíltan kommunikálta a hogy ne számoljanak vele. Ami a meglepetés volt, számomra biztosan az, hogy elhorford is. Végül úgy döntött, hogy máshová igazol. Mi lett ebből? Idehozták uh, Kemba Walkert charlotte -ból. Számokat meg éveket nem mindig fogok mondani, sőt inkább nem fogok mondani, mert nagyon bele kéne ásnom magam a jegyzeteimbe. Akiről majd beszélünk kell a Charlotte-nál, uh, egy év alatt a helyére érkező Terry Rozier, ugye ő megy el a Celticsből, többet fog keresni, mint Kemba Walker a teljes sárlotti pályafutása alatt. Az, hogy Michael Jordan alá kínált Kemba Walkernek az, az, egy erős, erős eufémizmus, kis túlzással ki volna azzal az ajánlattal, amit Kemba Walker nem volt hajlandó aláírni. Úgyhogy érkezik a Boston Celtics-be, de nem tudom, hogy ez jó meccse a Boston Celticsnek, amikor van egy Jalen Brownod, meg van egy Tatumod, meg egy Haywardod, akkor egy olyan irányítót hozol aki -e, akinek 50 pontos meccsek vannak a tarsójába, Nem kellene inkább ebbe a csapatba valaki olyan, aki, aki segít facilitálni, segít lehetőséget adni ezeknek a játékosoknak. Brad Stevensnek azért a kikezdhetetlen image -e szerintem egy picit megkopott vaj, hogy bizalommal állíthassa, hogy ezt meg tudja oldani, de, de hát nincs más esélye nagyon a Boston Celticsnek, mert ahogy mondtam, hogy elveszítették mind El Horfordot, aki végül a philly kötött ki, mind Kyrie Irvinget, aki Brooklynban kötött ki, Terry Rozi és Charlotte-ba ment, Aaron Baines pedig ugye a Phoenix suns -ba. Szóval a Boston Celtics eddigi nagy igazolása, az nem más, mint Kemba Walker, a Charlotte Tolstar irányítója. Na hát rögtön ellövöm a patronokat az elején, mert jön a Brooklyn Nets. És én itt sem vagyok boldog, köpködjetek meg, kövezzetek meg. Van egy csapat, aki, aki borzalmasan rossz döntéseket hoz. Ugye emlékezetek vissza, hogy a, a haldokló és mumifikálódó uh, Brooklyni uh, bocsánat, bostoni idősek otthonát áttelepítették Brooklynba, hogy egy éven belül majd bajnoki címet nyerjenek, hát az nem feltétlenül jött össze, és rengeteg draft elherdáltak ebben a folyamatban, és nagyjából mostanra értek oda, hogy, hogy, valamit tehessenek. És közben nem olyanok voltak, mint a Philadelphia, akik ugye a process végére is még egy alapvetően szarcsapat benyomását keltették, akik meg majd valamikor lesz ígéret, hanem, hanem, már idén jók voltak, és idén rájátszásba jutottak, és idén meccset nyertek, és, és egy olyan fickó vezette őket sikerre, hogyha egy rájátszás és egy egy meccs nyerés az ennek számít, aki, aki, korábban azért elég szépen leírta magát Los Angelesben, és ez DiAngelo Russell. És, és DiAngelo Russell nem arathatja le a babérokat Brooklynban, meg nem ő lesz az, aki, lehet, hogy bajnoki címre nevezeti majd a Brooklyn Netszet, aki, 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 az ikonja lehet ennek a feltámadásnak, aki az elejétől ott volt, mert idehozzák Kyrie Irvinget és idehozzák Kevin Durantet. És miközben az egyéni képességei a két, játos, két játékosnak nem megkérdőjelezhetők, még akkor is, hogyha Kevin Durantet idén nem fogjuk, vagy nem nagyon fogjuk látni, lehet, hogy egy mély playoffban azért előbukkanna ő egyszer csak az öltöző mélyéről, de, négy-négy évre, ha jól emlékszem, odahozni két ennyire delikát személyiségű játékost, mint amilyen Durant meg Irving, összekötni őket négy évre, az, az merész. Főleg, hogyha Kyrie Irvingnek a történelmét nézed, ahogy eljött Clevelandből, ahogy megunta nagyon hamar Bostont, hogy milyen lesz majd a második vagy a harmadik év Kevin Durant mellett. Nem tartozik a két kedvenc karakterem közé ez a két játékos, miközben elismerem abszolút a, a képességeiket. Ami nagyon érdekes és vicces, hogy ö, ugye kijöttek már a hírek, hogy végül nem max szerződést fognak aláírni. Ugye ezt is megbeszélték kettő óra alatt, vagy három óra alatt, tehát nem az elmúlt hetekben, ez, ez mind-mind-mind két-három óra alatt derült ki, sehol nem volt előzetes megállapodás. <kül> szóval lemondtak a max fizetésükről, hogy idehozhassák Diandre Jordan-t a Knicksből. Tehát én nem tudom, hogy, hogy, hogy De André Jordan ügynöke, ez van most már ez a deepfake technológia, amikor rárakják a, nem tudom, múltkor egy ilyet láttam, hogy a Bill Hader fejére az Arnold Schwarzenegger, és rárakták egy, 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 egy fiatalabb De André Jordan arcát a, a tavalyi highlight mixére, vagy nem értem, hogy, 4 év, 40 millió egy DeAndre Jordan miközben ott van a keretetben Jared -telen. teljesen indokolatlannak tűnik. Ez a 10 millió szerintem nem ment jó helyre, és bárkire köthető lett volna. Úgyhogy izgalmas. Érkezik ugye még Toyron Prince az Atlantából, Gerett Temple a Los Angeles Clippersből, akit ugye buktak, az Carol, de Mary Carol, ő elment a San Antonio Spursbe, Eddie Davis, aki a Utahban kötött ki, jó munkás ember, szeretjük. Crab Atlantába, Graham Golden State Warriorsba, és Népié ugyancsak elvileg papíron oda tart, mert ugye D'Angelo Russellnek végül nem ami lesz itt a Minnesota Timberwolves-ban, hanem a Golden State Warriors-ban találtak helyet, ami egy utolsó utáni pillanatban érkezett meg. Ültem a kádban, most egy órát végigolvastam, a tegnap nagyjából éjfél óta született 500 tweetet a basketball lisztemen, és az, így, az megért volna egy kamerát, ha nem lett volna egyébként gyomorforgató, itt ülök a kádban, és így lapozok, 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 és így kerekedik a szemem, és már így kezdtem így lecsillapodni, amikor meg volt már Irving, meg volt már, már Horford, meg volt már Jimmy Butler, majd szóra, róla is szó esik, és 25 perc leforgása alatt az első tweet, hogy DiAngelo Russell egy sign and trade-en dolgozik a Golden State Warriors-szal, amíg aztán bekövetkezik elképesztő, és még nincs vége egyébként a sztorinak, ugye, ha már Kawai szó esett, addig, ameddig, ugye szokták mondani, az operának nincs vége, amíg a kövérnő énekel, amíg Kawai Leonardnek nincs új csapata, vagy nem írt alá régi, ez addig ez a szabadon igazolható játékos időszak is még tartogat meglepetéseket. Szóval a Brooklyn már idén is veszélyes lehet azért ezzel a kerettel, de egyértelmű, hogy ők 2000, 20-21-re készülnek, amikor Kevin Durant majd felépül az Achilles-éből. Gyönyörű építkezés, gyönyörűen felálltak. Én, én azt sajnálom, hogy, hogy, hogy Kevin Durant nem D'Angelo russell szellel, vezeti majd az ígéret földjére ezt a ezt a Brooklyn Netset, hanem, hanem Kyrie de hát egyre inkább bebizonyosodik, hogy amikor csapatot választasz, egyre kevésbé számít a pénz, meg a piac, bár mondjuk azért Brooklyn nem nevezhető egy, egy kis piacnak, hanem hogy milyen tulajdonosi szerkezet, mentalitás, kultúra, illetve hogy a barátaid ott vannak, az ov mindenki kiválasztja az elején a haverjait, amikor, amikor, kell választani, és Kevin Durant úgy tűnik, hogy, hogy, hogy Kyrie irving így döntött. Nagyon a New York Knicks, akikre sok szót igazából nem érdemes pazarolni. Pont ők egyébként a jó példa a Brooklyn Nets után. A csapat, ahova senki nem akar elmenni játszani, pontosan a tulajdonosi struktúra miatt. Néhány hónap alatt még amiük volt, azt is elvesztették, és akkor ilyen játékosoknak örülünk, hogy érkezik, a mondja Julius Randle a New Orleans Pelicansből, nagyon szép szezonja volt, három évre kap majdnem 60 milliót, vagy valami ilyesmi pénz, ami azért elég merésznek tűnik, és hát szükségmegoldásnak, meg, meg kétségbecset kapálózásnak. Majd ugyanerre a posztra elhozzák még Bobby Portis-t a Washingtonból, majd nagyjából erre a posztra magas embernek elhozzák Tash gibson a Minnesota-ból, úgyhogy úgy, az idei nyár eddig RJ Barrett megszerzéséről maradhat emlékezetes, és reméljük, hogy marad majd emlékezetes a Nixnek, amire majd néhány év múlva is vidáman fognak visszanézni. Aki ugye távozott már tudottan, az Mario Hezonja egy évre a Portlandbe, illetve Diane Ray Jordanről beszéltünk, hogy ment a Brooklynba. Katasztrófa, hogy, 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 miközben egyébként a front office, tehát a, a szakvezető és aki a szakmai munkával foglalkozik, az egy kompetens gárda benyomását kelt, és igyekeznek kiküszöbölni az elmúlt évek csorbáit, meg eltakarítani az elmúlt évek sítjét, addig, addig Dolennek a Nimbus-a, ugye ő a a tulajdonosa, az olyan, olyan masszív, olyan markáns, ami úgy látszik, hogy mindenki teli mint a, mint, mint a Erős ez a, ez a divízió, mert a Philadelphia 76 ez a következő e, csapat. Itt még a pontos részletek nem tisztázottak, mert nem stimmelnek egyenőre a fizetések, de hát a dolgok jelenlegi állása szerint azért nagyon valószínű, hogy Jimmy Butler Miami-ban fogja folytatni a pályafutást, és akit viszont meghosszabbítanak, az Tobias Harris 5 év 180 millió dollárra, ami szerintem azért sok pénz. Most visszaszámolok, hogy 5 év 180 millió az ugye azt jelenti, hogy 30, meg 36 millió átlagban évente Tobias Harrisért meg egyáltalán egy, egy, egy játékosért 36 millió dollár, abban a pillanatban, hogy ő az egyszer megsérül, az, az rettentően soknak fog tűnni, de Tobias Harris marad, mint ahogy érkezik Josh Richardson, valószínűleg mondom megint csak Miami-ból a, a, Butler keretében, aki azért elég jó pótlás lesz majd J.J. Reddick helyett, aki a New Orleans Pelicans-be igazolt, és a nagy meglepetés az az, hogy amikor egyszer csak megjelent a Mystery Team, a rejtélyes csapat az NBA tweetekben, aki állítólag beajánlotta a négy éves nagyszerződést szerződést El horfornak, és akkor ez egy ideig a Mavericks volt, aztán egy ideig a Sacramento Kings volt, és bam, a Philadelphia 76ers igazolta le Elhorfordot, úgyhogy ők a Ben Simmons, Richardson, Tobias Harris, Elhorford, Horford, Joel Embiid 4 vagy 5 -essel fogják kezdeni a következő szezont, ha mindenki egészséges. Ugye valószínűleg visszajön a sérüléséből a tavalyi újra Zay Smith, visszaigazolták Mike Scottot is, Úgyhogy a Philadelphia ugyancsak azt gondolom, hogy nagyon masszívan bejelentkezett keleten, mintha nem, mintha nem egy, egy, egy Lenőr triplára lettek volna egy hetedik meccses hosszabbítástól és egy keleti főcsoport döntőtől, de hogyha figyelembe veszük, hogy a Brooklyn Netsnek az idei szezonja az még egy picit zárójeles meg csillagos, akkor azért elképesztő, hogy a Philly milyen bikaerős kerettel fog nekiindulni. Minus Redick, minus Jimmy Butler, viszont érkezik El Horford és érkezik Josh Richardson, talán egy kicsit egészségesebb csapatstruktúra rajzolódik ki. Az van, hogy egyre kevesebb nyálam lesz, egyre furábban fogok beszélni, de nem egészen három óra múlva egy fantasztikus gyomortükrözésen fogok részt venni, úgyhogy nem ihatok, úgyhogy hát ezzel tessék majd így együtt élni. Az utolsó csapat ebben a, a, a divízióra a Toronto Raptors. Na, és már beszéltem, ez egyik olyan csapat, aki vár. És vár, és vár. És amíg Kawhi nem dönt, addig nem is nagyon tudnak mit csinálni, mit tenni. Minden ettől függ, hogy ez a dominó ez hogyan dől el. És amíg tavaly LeBron James ugye az első órákban már meghozta döntését, perce ott sem volt korábban tempering, addig Kawhi Leonardnek ez még napokba fog telni, úgyhogy simán lehet, hogy az idei bajnok az csak később fog beszállni a koncok közé, majd marakodni, mint a, mint a <coughs> Chicago bulls igazából egy igazolás miatt érdemes egyenlőre foglalkozni. A nagyon engem meglepően komoly átalakuláson áteső Indiana Pacers-ből hozták el Ted Youngot, ha jól emlékszem, három évre, illetve elvesztették lopez aki csatlakozik a tesójához a Milwaukee Bucks-ban egyenlőre ez a nem oszt, nem szoros kategória. Cleveland Cavaliers igazából szóra sem érdemes egyenlőre, ami történik náluk, azért ők sem a leg szabadon igazolható játékos lokáció, talán majd valami trédben fognak ők még érdekelté válni, Kevin Love-ról szokott felbukkanni egy-két kósza hír. A Detroit pistons azért kell kiemelnem, mert két évre náluk folytatja majd Derrick Rose, aki majd Reggie Jackson valószínűleg cseréjeként próbálja majd valamilyen szinten, nem tudom, fazont szabni ennek a, ennek a kicsit semmilyen Detroitnak, elismerve persze Blake Griffinnek a zseniét, illetve érkezett Tony Snell a Milwaukee Bucksból. Na és akkor az Indiana Pacers. Az a Pacers, ahol egy külön megérdemelne talán az, hogy az erere teljében lévő 31 éves talán Darren Collison azt mondja, hogy az évi 10-15 millió helyett, ami várta a piacon, ő inkább az életét még inkább a Jehova és a családjának szenteli. Úgyhogy köszönjük szépen, Cságyi Ikokén leléptem, és elhagyja az NBA hajóját. Aztán jön a folytatás, ugye a kezdőcsapatból Fed Young elmegy a Chicago Bullshoz és Bogdanovics is úgy dönt, hogy máshol próbál szerencsét, és egy szerintem hozzá nagyon passzoló csapatba, a Utah Jazzbe igazol és köt egy új szerződést, amiről majd kell beszélnünk, mert de az a Utah Jazz az, az nyugaton szerintem egy kifejezetten izgalmas csapat lesz. Aki érkezik viszont, az Malcolm Brogdon, akit viszont a Milwaukee nem tart meg, és 4 év 88 millió dollár környékén, ha jól emlékszem, elhozzák új kezdő irányítónak Malcolm Brogdont, aki szerintem az idei, idei holt szezonnak az egyik nagy nyertese lehet abból a szempontból, hogy majd jövőre milyen statisztikákat fog villantani. Ugye Oladipo egy elég durva sérülésből lábadozik, Warren, TJ Warren érkezett a Phoenix Sunsból, és ott van még ugye Sabonis meg Nagyjából erre a keretre kell építeni majd a következő évnek az Indiana pacers a kispadról pedig majd a Charlotteból érkező Jeremy Lem fog beszállni. Szerintem még ők sem végeztek. Az elmúlt hét én azt gondolom, hogy nem tudom mennyire számítottak erre, de lehet, hogy egy sok volt Indiánában, hogy elveszítik három kezdőjüket, ugye Kaliszan Bogdanovic és Fed Young személyében. A Milwaukee Bucks ugye főcsoport döntőt vesztett, van egy Jani Santero gumbójuk, és Előbb lemondtak George Hill jogairól, hogy stimmeljen a matek, majd visszaigazolták három évre. Ha azt a George hill ját, látjuk játszani, aki a tavalyi rájátszás végén pályára lépett, akkor ez egy abszolút jó deal. Hogyha az előtte, nem tudom, nagyjából bő másfél évben látott George hill látjuk, akkor ez egy buksi. Kimaxolták Chris Middleton-t, na és Tobias Harris után nálam ő a következő olyan ember, aki ha a jelenlegi Chris Middleton nézem, a jelenlegi megbízhatóságával, akkor, akkor, egy masszívan túlfizetett játékos az én szememben, ahhoz, hogy megszolgálja ezt a pénzt, ebben az öt évben masszívan termelékeinek kell maradnia a Jánisz mellett. Már ha Jánis marad a végéig, bár ugye kijöttek a számai majd, hogy milyen szuper hosszabbítást köthet talán jövő nyáron vagy két év múlva, azért arról lemondani az nagyon durva lenne. Ugyanakkor azért ne felejtsük el, hogy ilyen a 60 milliókról mondtak le idén játékosok, például Kevin Durant, amikor nem maradt a Golden State Warriorsnál, hanem átjött a Brooklyn Netsbe, szóval az emberek erre azért képesek. Érkezett detroit Detroitból, én nagyon szeretem azt a csávót, illetve most már mind a két lop együtt játszik, mert ugye 50 valahány dollárért négy évre meghosszabbították Brook lopez -t aki szerintem várhatta, hogy egy jobb szerződést fog kapni a Milwaukee bucks -tól. Hát ezt is látni kell, hogy hogyan fog kinézni a négy év végén. Én most egy picit csokalom, nem is talán az egy évre bontott összegszerűségét, hanem a hosszát, de a Milwaukee Bucks úgy látom, hogy nem akar ugye, egy követ sem felfordítatlanul hagyni, és meg akarja vizsgálni a lehetőségeit és Brogdon volt a, a kvázi a gyeng, leggyengébb láncem, ugye három embert kellett volna meghosszabbítani eh, Brogdont, eh, Chris middleton és, és Lopez-t, és végül úgy döntöttek, hogy Brogdonnak kell távoznia, ő megvette a kalapját és elment, eh, elment Indiánába. Atlanta Hawks, eh, érkezett Ellen eh, ugye a Brooklynból, eh, és Solomon Hill a New Orleans Pelicans-től, Turner a Portlandből, erősítgetnek túl sok szót, rájuk nem szeretnék vesztegetni. Annál inkább beszélnék a Charlotte Hornetsről, ahol mondom Michael Jordan szépen lassan beéri James Dolent a, a talán legkevésbé kedvelt tulajdonosok között az NBA játékosok körében. Mondom, az, hogy valaki óvatosan bánik a számokkal, az nem feltétlenül baj. Az, hogy, az, hogy nagyjából 50 millióval aláajánlasz a maxnak azért a játékosért, Kemba Walkerért, aki az elmúlt években életét, vérét adta, és, és soha nem panaszkodott, az szerintem méltánytalan, és a, és a, a, sors meg is büntette őket, Kemba Walker távozott, bár megbüntette őket, tudták, hogy milyen irányba megy ez a hajó, hogy ezt a tárgyalást így folytatják, és érkezett Terry Rozier, ezzel megyünk tovább jelenleg Sárlodban. Még egy dolgot felejtettem el mondani, hogy New York Knicks, New York Knicks állítólag azért esett ki nagyon hamar a Pixisből Kevin Durantnél, és mondom, ez az elmúlt 8 órában derült ki, mert nem voltak hajlandók maximumot kínálni Kevin Durantnek a sérülése miatt. És aztán lehet, hogy itt ülünk majd másfél év múlva, és nézzünk egy, nem tudom, 70%-ban vissza képes Kevin Durant, és a New York lesz a zseni, de ez most nem túlságosan jól néz ki a számukra. Miami hitről már érintőlegesen beszéltünk, ahogy megyünk egyre tovább, egyre több csapat olyan lesz, akiről már érintettük, mert hogy, mert hogy egy korábbi csapatnál, vagy korábbi trédnél fogadó félként már megjelentek. Szóval ők Jimmy Butlerben látják a jövőt, és ezt egy ilyen játé, játékos szerződés aláírása lát, össze egybekötött játékos cserével, ez ugye a sign and trade nek a borzalmasan hosszú magyar fordítása, szerzik meg Jimmy Butlert, és küldik ugye tovább Josh Richardson-t. Ez egy elég bonyolult ügylet, mert a Dallas is benne van, és még a részleteit nem látom át, és nem akarom folyamatosan a monitort nézni, úgyhogy bocsássatok meg nekem. A lényeg az az, hogy Jimmy Butler érkezik a dolgok jelenlegi állása szerint miami és Jones és Olinik megy Dallasba, és Josh Richardson megy Filadelfiába. Állítólag Jimmy Butler azt szerette volna, hogyha körépítik a fillit, a Filli meg a hírek szerint nem, hogy öt, de még négy éves szerződés sem volt hajlandó neki ajánlani, úgyhogy elég hamar el kellett kezdeni új, 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 új munkahely után keresni. Végül a Miami Hit lett a megoldás. Az Orlando Magic amellett, hogy megszerezte Al Faruk a Portland Trailblazersből, igazából meglévő játékosait igazolgatta újra. Nikola Vucevic végül maradt az Orlando Magicben, én ennek bevallom, hogy örülök. Jó látni, hogy egy-két csapat képes megtartani a játékosait. Nagy ember csináltak Woodsból, Woods, Woods playoff csapatot csinálta az Orlando Magicből, ahol azért mondjuk nem volt túlságosan fényes a teljesítménye, illetve ebben a playoff sorozatban kifejezetten jó meccseket hozó uh, cserejátékos Terence Ross is meghosszabbításra került. Washington. Denver Nuggets. Újraigazolták Jamal Murray-t, illetve meghosszabbították Jamal Murray-t. Egyelőre más nagyon még nem történt velük. A Timberwolfról ról érdemes egy picit beszélni, mert nagyon sokáig ők néztek ki úgy, hogy ők fognak valamit majd összemókolni annak érdekében, hogy D'Angelo Russell náluk folytassa a pályafutását. Na no, hát ez nem jött össze. Úgyhogy ők is egyenlőre a letolt állók közé tartoznak. De ők nem azért, mert Lenőrre vártak, hanem azért, mert egyszerűen hoppon maradtak és egy jobb dílt gyorsabban ki tudott dolgozni a Golden State Warriors. Ők már elvesztették Gibson-t és Ross-t, akikről már beszéltem. És eddig még nincsen új igazolásuk. Mint ahogy nincsen új igazolásuk MyMove kívül, az Oklahoma City Thundernek sem, sőt, ők szerették volna Nerlens Noel t megtartani, és elvileg volt egy ilyen, hát nem tudom, ilyen ceruzával aláírt szerződésük már, hogy Nerlens Noel marad, és aztán mielőtt ezt lecserélték volna egy golyóstól aláírtra, Nerlens Noel állítólag kihátrált a díróból, Úgyhogy most egyelőre megpróbálják újra struktúrálni, újra fogalmazni benne a számokat. Lehet, hogy egyébként Muscala érkezése befolyásolta Noel döntését. Ezt most még nem látjuk. Portland Trailblazers, ugye ők a minut már elvesztették az Orlando felé, Seth Curry állítólag a Los Angeles Lakers felé kacsingat a szabadon igazolható játékosaik közül. Akit már megszereztek a Scan Bazemore az Atlantából és Hezonja a Knicksből, szerintem valamelyik be fogott válni, inkább bézmóra gondolnék, aki, aki Atlantában egy picit el, el, eltemette magát ott a kispadon, de, de szerintem sokkal több van benne. Volt egy pár ilyen, futottak még csapatunk, egy picit leült a program. Na de, itt a Utah Jazz. A Utah Jazz, aki nagyon hamar búcsút intett uh, kommunikációs szinten Rikki meg megmondták, hogy nem beleképzelik el a jövőt, és uh, villámgyorsan hoztak egy Mike Conleyt t Memphisből, hoztak egy Bojan Bogdanovicsot uh, Indiánából, és hoztak egy Ed Davis Brooklynból, akit mondom, ne, ne, ne becsüljetek alul, mert egy nagyon jó játékos az NBA-nek. Úgyhogy jövőre egy Conley, Mitchell, Ingles, Bogdanovic, Gober prognosztizálható ötössel mennének neki a szezonnak, ami... Ami azt gondolom, hogy ezen a nyugaton, ahol még nem látjuk, hogy mi lesz a Clippersből, meg a Lakersből, illetve van egy ilyen nagyon furcsa elképzelésünk egyenőre a Warriorsról, a Utah lehet egy nevető, negyedik, ötödik, aki, aki, aki megostromolja a főcsoportdöntőt. Elvesztették Grayson Allent és Krader-t, akik mentek Memphisbe Kyle Korberrel együtt, illetve a, a régi veteránok közül Derek Favors végül a New Orleans Perikensnél folytatja. A Utah Jazz szerintem nagyon okosan manőverezett és olyan karaktereket hoztak ide, Connelly abszolút szót Lake City kompatibilis és ilyennek látom egyenlőre Bogdanovicsot is, hogy, hogy Queen Snydernek lesz mivel főznie, hogyha kinézünk a kispadra, azért ott is vannak érdekes játékosok. Vannak még nevek, akiket érdemes megnézni, és még nem igazolták újra, de azt gondolom, hogy még a Utah sem fejezte be a puzzle darabkák véglegesítését. Na, Golden State Warriors! Hát most nem olyan nagy kaland, nem megbontam, hogy Durant el fog menni, tavaly ilyenkor az, hogy ilyen körülmények között szakadt Achilles-szel hordágyon tolják át Brooklynba, azt nem képzeltem volna, és, és hirtelen nagyon megváltozott a, a jövőképe a Golden State-nek ezzel. Nekik ugye az volt a feladatuk idén nyáron, hogy megtartsák Clay thompson és Kevin Durant-et. Clay thompson kistafírozzák 190 millió dollár, azt hiszem 5 évre, Hát ő már azért bizonyított szerintem annyit, hogy rá nem mondjam azt, hogy csak ezt az évi 36-37 milliót. Ebből az első év az ilyen fizetett szabadság lesz nagyjából, mert meg rehab, mert Tomzon nem tudom mennyire fog tudni lábra lépni szegényke mankóval bócorog a Space Jam 2 forgatásán. Egyébként erre kíváncsi vagyok, hogy valahogy bele fogják építeni a sztoriba, hogy az egyik, nem tudom, monster rálép a lábára, és emiatt nem tud pályára lépni, mert hogy ezzel hogyan kosarazik, azért azt megnézném meg, hogy a Warriors mit szól hozzá, hogy amikor akár csak egy pár jelenet erejéig már ilyen teljes erőbedobással végzett gyakorlatokat hajt végre. És, és Kevin Durant pedig meglehetősen gyorsan közölte Bob myers hogy köszöni a könnyeket az a záró sajtótájékoztatón, de ő pedig máshol képzeli el a jövőt. És elkezdte nézegetni a keretet a, 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 az egyszeri rajongó, meg Bob Myers is azt látta, hogy nem nagyon maradt olyan játékos, aki képes mondjuk 15 pontot dobni. És mondom, az utolsó percekben, amikor ezt az anyagot veszem föl fél 87 fő reggel, Uh, egyszer csak bedúrant a képbe D'Angelo Russell, Brooklyn megmentője, és összehoztak egy sign and aminek keretében uh, elbúcsúztak André Iguodalától, aki, aki Memphisben fogja valószínűleg befejezni a pályafutását. Én olyan szörnyen talán akkor sem lennék meglepődve, hogyha idén. Tehát hogy azt mondja, hogy köszönjük szépen, ő már Memphisben nem, most jelent meg a könyve, borzasztóan okos ember, sok egyéb vállalkozása van, nem biztos, hogy a Memphis UVI építésben ő részt fog venni. Viszont van egy bonyolult szabály, aminek én most nem néztem utána, de a lényege az az, hogy azzal, hogy egy sign and trade, vagyis egy ilyen szerződés aláírással, egybekezett játékos cserével szerzett a Warriors játékost, olyan dolog fordult elő, ami az NBA történetében szerintem elég ritkán, hogy megkeményedett a plafon a fejük fölött. A fizetési plafon olyan az NBA-ben, hogy a saját játékosaidat egy idő után újraigazolhatod, az nem számít bele, vagy nem bánod, nem bánja a szabályzat, ha túlléped a plafon. És szóval megjelennek ilyen különböző luxusadó szintek, amiket, hogyha túllépsz, hajlandó vagy megfizetni, akkor ez a te döntésed. De elvileg a, a plafon kis a végtelenségig növelhető, hogyha az összes játékosodat folyamatosan max szerződésekkel újraigazolod, csak hát a, a, az Isten pénzét is elköltött luxusadóra. Na de azzal, hogy D'Angelo Russell-t sign and trade hozták ide, megkeményedett a plafon a Golden State Warriors feje fölött, és valami, nem tudom, 9 millió dollárból kell 8-9 roster helyet, keret helyet kitölteni, ami hát azért nem a minőség irányába fog mutatni, úgyhogy lesz egy Steph curry egy D'Angelo russell egy green -jük. ez biztos, ugye Sean Livingstonnak a kivásárlásáról már zajlanak a tárgyalások, de hát ugye Zon nincsen, hát megtarthatják, de, de az, hogy Bell lép, az, hogy Lille lép, az, hogy Jerepko, a tavalyi Kazins, az, az, az úgyhogy ez a, ez a Golden State Warriors egy nagyon érdekes csapat lesz, és majd a mentalitásuk lesz nagyon érdekes, hogy mit szeretnének, hogy uh, idén így, uh, nem tudom, fejlesztik mondjuk a, a, a Russell körri uh, dinamikát, és uh, egyébként nem állítják be a földbe az egészséges játékosokat, hanem, hanem tényleg itt is majd load management lesz ezerrel, hogy aztán majd, uh, majd jövőre, amikor visszatér fullba Clay Thompson, akkor oda tegyék magukat. Los Angeles Clippers. Why not calling? Why not calling? Ülnek és várnak, és, és közben olvassák a tweeteket, ahol most már az bukkan fel, hogy Kawhi Leonard már inkább nem marad a Raptors-ben, és inkább a lékez... Hát, hogyha, Kawhi Leonard elmegy a Toronto ből az egy gigantikus csalódás lesz nekem is, meg Szaniszló Csabinak is, mert megbeszéltük egymással, hogy ha ott maradna, aláírna, akkor, akkor ő meg tudna neki bocsátani. Nekem nincsenek ilyen erős érzelmeim, de, de az egy ilyen jó érzéssel tudna eltölteni. Ha elmenne a Clippersbe, ahol szerintem az elmúlt mondjuk két-három évben mióta elkezdték ezt a Paul Griffin Jordan triót felbomlasztani, nagyon szép szakmai munka zajlik, azzal is ki tudok békülni. Hogyha ebből az lesz, hogy elmegy James és Davis mellé a Lakersbe, akkor már tényleg nem fogom tudni azt, hogy ez az ember mi mozgat, mi érdekel, mi a fontos számára. Tehát jelenleg nem itt tartunk, mert hogy egyelőre az van, hogy, ahogy mondtam, még a, a, a meetingeket próbálják összehozni Outlookban, hogy kinek jó szerd a szerda 8, kinek jó a, a csütörtök 10, a piac meg elmegy mellettük. Nem ment el a piac a Phoenix Suns mellettük leigazolták Ricky Robiot a Utah-ból, meg Aaron Baines Bostonból. Juhú, menjünk tovább. Sacramento Kings. Na sokáig ők voltak a befutók ugye El Horforddal kapcsolatban, de végül ő a Philadelphia 76ers-ben ki. Viszont meghosszabbították Harrison Barnes 4 év 88 millióra, 22 millió dollárért, és ahhoz képest az emberek ezeket a 190 millió 5 évre 36-37 millió dollárért itt képesek lenyelni. Barnes 22 milliója hirtelen nagyon soknak tűnik, Miközben szerintem a pozícióján a megbízhatóbb ilyen hármas dobó védekező megoldások közé tartozik. Tele vannak fiatallal, ezért ez a Fox, Hill, Barnes, Bagley stáb nem mutatott rosszul eddig sem. Úgyhogy én ezt nem tartom kritikusan soknak, nem tudom mennyiben lettek volna bejebb, hogyha ez 16 millió. Tehát hogy 6 millió évente valamikor majd lehet, hogy fájni fog. Szerintem nem olyan gigantikus túlfizetés. És Horford helyett meg elhozták az atlantai Deadmont, aki ugye szarantóniói nevelés, akitől viszont borzasztóan sokat várok. Én nagyon szerettem már, amikor a szarantónióban játszott is, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ez az atlantai millió, ami azért tavaly azért változott, talán Jáng érkezésével de az elmúlt két-három év azért nem volt egy népünnepé. Hogy mennyit vett ki belőle, de engem izgat a, a, a Sacramento King's. Mint ahogy továbbra is izgalmas a, a Dallas Mavericks, ahol egy ideig úgy nézett ki, hogy összeáll a szlován, szlovén duó, mert hogy ugye beszéltünk arról, hogy Richardson és Butler cseréjébe, bevonják majd a dallas is, és ideig Dragic volt az a játékos, aki jött volna a dallas de aztán úgy tűnik, hogy nem stimmel a matek, vagy a Petráli azt hazudja, hogy nem stimmel a matek, úgyhogy most éppen uh, Olini érkezik, és Derrick Jones, úgyhogy nem lesz, uh, nem lesz szlovén duó, de Doncic mellett ugye ott van Team Hardaway, Kristaps Porzingis már olyanokat vitte, hogy készen áll, és játékra készen áll, úgyhogy Dwight Powell újra szerződtetésével azért kezd összeállni egy csapat a, 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 Dallas Mavericksnél. Náluk még én bárom, hogy, hogy, hogy valahogy fogják kevergetni a kártyákat, van is erre még lehetőségük. A Houston Rockets egyelőre aznyit tud felmutatni, hogy előbb kiderült, hogy Chris Paul és James Harden nem bírja egymást, majd mindenki számára kiderült, hogy Chris paul ezekkel a szerződés számokkal ha Chris paul egyszer el fogják cserélni, akkor nem tudom, találjátok kinek melyik büntetést kommentben is írjátok meg, hogy mit csináljak, hogyha, hogyha valakinek kelleni fog ez a végén 40 plusz millió szerződés, én nem tudom elképzelni, hogy, hogy, hogy még van ilyen hülye GM. Vagy a, a tényleg a, a Houstonnak le kell mennie gigacsicskába, hogy belemenjen valaki más nem nagyon történt egyelőre velük. Akik építkeznek, próbálkoznak, az a, az a, az a Memphis Grizzlies, ugye érkezik Ellen a fiatal Jutából, e, és Korver a nagyon öreg ugyancsak Jutából, jön Jay Crowder ugyancsak a Jutából, valamint Igudala, mondom, vele kapcsolatban én óvatos lennék, hogy pályára fog -e lépni ebben a mezben. Jonas Valenciunas kilépett a szerződéséből, és aláírt olcsóbban, de hosszabb időre úgyhogy ő viszont úgy tűnik, hogy szeretne Memphisben maradni. Na, a New Orleans Pelicans. Ugye elengedték Anthony Davis-t, kaptak rengeteg izgalmas fiatalt, szerintem izgalmas fiatalt Los Angelesből, és tegnap sem voltak tétlenek. Szóval nézzük csak meg, érkezik ugye lonzo Ball a Davis serében irányítói posztra. Egy Holiday mögé leigazolták, ha igaz, két évre egy JJ a Philadelphia 76 ers egy kis veterán leadership, illetve ezen a poszton van még jelenleg egy múrjuk meg egy hártjuk, úgyhogy ez a kettes poszt az erősen túlterhelt, majd itt valószínűleg sokan fognak átjátszani hármasba, ahol jelenleg most Ingram a lékezből a kezdőjátékos, Zion Williamson helye ugye nem megkérdőjelezhető, és center poszton pedig megérkezett a Utah-ból Derek Favors, aki azt gondolom, hogy a, hogy, a, hogy a posztja megbízható emberei közé tartozik. A védekezését, ha jól emlékszem, nem szerették Utahban, kevés meccset láttam ahhoz, hogy ezt meg tudja mit élni, de mintha az lett volna a mondás, hogy amikor Gober helyett van a pályán, akkor az egy kimutatható hátrány, de alakulgat szépen a New Orleans Pelicans kerete. Ez a Ball, Holiday, Ingram, Williamson, Favors ötös ez szerintem minimum izgalmas, és azért mondom, ahogy várakozunk és, és, fogynak el a játékosok, úgy tűnik egyre percről percről erősebbnek. San Antonio spurs egyelőre nagyon semmi nem történt, megszerezték Demary a Brooklynból, nagyon Spurs-like játékos, illetve újraigazolták Rudy Gate két évre 32 millió dollárért. Aki meg úgy érzi, hogy majd idén kiküszöbölik a tavalyi szezonban esett csorbát, amit a keretet elnézve nem látok, hogy hogyan fognak kivitelezni. És úgy néz ki, hogy végeztünk? 1-2-3-4-5, 1-2-3-4-5. Végeztünk, úgyhogy mind a 30 csapatról beszéltünk. A többi nap nem lesz azért ennyire izgalmas. Szépen lassan el fognak fogyni azért a free agentek a piacról. Gyorsan megnézem, hogy kik azok, akikre még várunk. Van erről elvileg egy free agent tracker, ahol ezt meg tudjuk jól nézni, hogy kik azok, akik, akik még a piacon vannak. Így van, ugye Kawhi még várunk, jelenleg ugye Lakers, Clippers és a Raptors között vacilálhat, ahogy én nézem. Hát itt a Real gm még írják a New York knicks de ezt nem látom magam előtt. Durant elkelt, Thompson elkelt, Irving elkelt, Butler elkelt, Harris elkelt, Middleton, Porzingis, Horford, Walker, Russell, Vucevic, Brogdon, Kazins a 14. a listán. Az első 13 helyről már csak egy olyan játékos van, akinek nincsen új csapata. A következő Kazins, aki azért már nem mozgatja meg ennyire az erőviszonyokat. Bogdanovic, Lopez, Barnes, Mirotic. Na mirotic -ról még beszéljük három szót. Tök érdekes, nagyon durva pénz, valami 6 év, 70 milliót olvastam talán, hogy a Barcelona kifizet azért, hogy azért nagyon komoly vándormadár életet megjáró Mirotic otthon találjon, ugye elvőleg spanyol állampolgár, és hazamegy Barcelonába, itt hagyja az NBA-t, három csapata volt 16 hónap alatt. Azért az, az, az nem, egy, nem, egy, jó dolog bőrönben élni, miközben egyébként dollármilliómos vagy. Úgyhogy most nyugszik, fekszik és hazamegy, hazamegy Európába. Portis elkelt, Young elkelt, Randall elkelt, Redick, Ross, Rubio, Beverly a 25. helyen. Őt hozzák egyébként szóba a Los Angeles lakers -el. még egyébként nem lenne egy rossz fitoda egy jól védekező irányító, hogyha ott van Davis, ott van James és egy titkos harmadik. Uh, Valenciun azt is megoldódott már, Bryant is megoldódott már, úgyhogy innen már megyünk lefelé, de hogyha még Hudra nézek, ő is aláírt a Blazersbe, és már a, a, a Danny Green, Kelly Übre, Austin Rivers szintig jutottunk le egy nap alatt. És mondom, ez az egész barrő és csak ilyen burgoltan fogalmazok az elején, de hogy, hogy szerintem ez egy szörnyű szabály, és változtatni kell rajta. Tehát ez a tempering időszak, ez az, hogy a játékosok elvileg nem beszélhetnek más csapatokkal, meg más csapatvezetőkkel, majd 12 óra alatt elintéződik a piac. És ennek azok a vesztesei, akik, akik, akik próbálnak felek maradni, vagy, vagy akik, akik olyan hülyék, hogy egy olyan,. Csoda bogárra teszik a voksukat, mint Kawai Leonard, aki majd másodikán esetleg elkezdi felvenni a telefonokat, az nonsens. Hát szerintem a, a, döntő lefújása utántól kéne engedélyezni az összes tárgyalást, és aztán utána, és már kezdjenek el a csapatok mindenkivel találkozni, és aztán utána július 1 lehessen a konkrét szerződéseket aláírni, de, de, de ez most így eléggé szaró sikerült egy-két csapatnak. Úgyhogy remélem, hogy sikerült összefoglalom ebben a röpke azt a mindenit nagyjából 40 plusz percben, hogy mi történt az elmúlt napokban, elmúlt napban. Sok szempontból mondom, még egyszer csalódott vagyok. Nekem nem tetszik az a Brooklyn Necess páros karakter szempontból. Nem tetszik az, hogy a Boston Celtics egy, egy elsősorban pontszerzésben erős irányított hozott a fiataljai, meg Hayward mellé. Izgalmasnak találom nagyon a fillit. Borzalmasan meglepett a Warriors, de, de, de merész húzás. A Nixet nem tudom sajnálni, a szurkolóikat tudom sajnálni. Úgyhogy szerintem a nagyját letudtuk, de hogyha lesz még nagy masszív játékos csere vagy igazolás a piacon, akkor értelemszerűen jelentkezem. Ti írjátok meg kommentben azt, hogy mit csinálják, hogyha Chris paul egyszer el tudják cserélni, illetve írjátok meg azt, hogy melyik igazolás számotokra eddig az év, az elmúlt 24 óra legizgalmasabb híre, és hát most már igazából egy kérdés maradt, úgyhogy válaszoljátok meg azt, hol fog kikötni Kawhi Leonard. Én Baska vagyok, imádom, hogy velem voltatok. Sziasztok!